Dolgoznak a 49-121-esen, vagy ahogy jobban ismerik, az Érpataki bekötő úton. Most még jelzőlámpás forgalomirányítás van a két sávos szakaszon. A tervek szerint szeptember végére, október elejére befejezik a felújítást. Bár ez az út köti össze a települést a környező városokkal, mégsem újították fel közel 40 éve. Én emlékezetem szerintem még csinálva nem volt, csak faudot, olyan, mint egy nadrágra teszünk egy faudot. Hát ez meg nem munka. Hát meglátszik a mutassal, mindenütt, ahol faudozva volt. Végig lehet menni. Amint egy 5,5 kilométer hosszú szakaszt 490 millió forintból korszerűsítik. A településen nem ez az egyetlen fejlesztés. Az iskola energetikai felújítására 130 millió forintot nyert az önkormányzat. A helyi konyha 24 millió forintból újul meg, illetve a közbiztonság is javul a közeljövőben. 13 új útszakaszt tudnak bekapcsolni a kamerarendszerbe, 13 új eszköznek köszönhetően, közölte a polgármester. Egy útpályázatunk is nyert, a Táncsics utat teljes egészében fel tudtuk újítani, az közel 17 millió forint volt, úgyhogy másfél év alatt szinte azt lehet mondani, hogy amit 10 év alatt nem kaptunk, az másfél év alatt, amit csak lehetett, Érpatak úgymond megkapta. És az elkövetkezendő években szintén azt szeretnénk, hogy kihasználni ezeket a lehetőségeket, hogy amire ugye csak a településnek azt mondhatom, hogy mindenre szüksége van, mert nagyon sok éven keresztül nem történt semmiféle felújítás, karbantartás, fejlesztés ezen a településen. Eddig 4 programcsomagra pályázhattak a települések a Magyar Falu programban. Egyházak és önkormányzatok igényelhettek forrást közösségi terek fejlesztésére. Egy kiírás az orvosi rendelők felújítását és az orvosi eszközök beszerzését célozta. Ezekre közel 50 pályázatot nyújtott be a térség 29 érintett települése, közölte Simon Miklós képviselő. 27 nyertes pályázatunk van a választókerületben. Ennek összértéke 250 millió forint körül van. Ez a 27 pályázat 18 településen oszlik meg. A 27-ben a két legnagyobb, ami Isten igazából nem pályázat volt, mert hogy a Magyar Közút felmérte ugye az utak állapotát, és arra a következtetésre jutott, hogy a választókerületben két út van nagyon rossz állapotban, de hát ezt mi tudtuk, hiszen használjuk nap mint nap ezeket az utakat. Ilyen formán az Érpataki bekötő út mellett az Ömbölyi bekötő út is megújul, ami Ömbölyt és Nyírbélteket köti össze. Azt a szakaszt szintén 490 millió forintból korszerűsítik.